Azóta nap mint nap szépítjük épületünket, korszerűsítjük az oktatást a szamosivári és a mezőségi magyar gyerekek számára. Az oktatási folyamatban partnerünk a TÉKA Alapítvány, és támogatják a mai évkönyvnek a kiadását is. Kulcsár Melinda tanárnő, tanévtől iskolán igazgatónője, megkérjük, hogy szóljon egy pár szót az egyedülnek. Tisztelt meghívottak, kedves vendégek! Akkor, amikor 2000-es évek elején megszületett a magyar iskola megépítésének a gondolata, nem mindig hittük, hogy ez valaha is meg fog valósulni. 2010-ben megtörtént az alapkőletétel, utána pedig következett egy nagyon nehéz időszak, az építkezés. Építkeztünk gyakorlatilag is, de építkeztünk gondolatban, lélekben is, két helyeink pedig nem szűntek. Vajon meg fogunk-e felelni a feladatnak? Vajon leszünk-e elég bölcsek azt a kincset, amit kapunk, megőrizni és továbbfejleszteni? Vajon eléggé képzettek vagyunk-e szembenézni a kihívásokkal? Ezek a kérdések máig sem szűntek meg bennünk munkálni, és azt hiszem, addig biztosított az oktatás minősége, amíg kérdezni tudunk, mert ez a fejlődés kulcsa. A TÉKA Alapítvány mindvégig ott állt a projekt talapzatánál, és mindvégig biztosított bennünket, szamosújvári tanárokat, hogy a terv sikerülni fog. Az a határozott állásfoglalás, amit tapasztaltunk, az a szakértelem, amelyel a pályázatokat lebonyolították, és az a múlt, amely szavatolta a munka hitelességét, a siker kulcsa volt. Mi tanárok készen kaptuk az iskolát. Alig kellett valamiben is segítenünk addig, amíg be nem költöztünk. És végre 2016-ban megtörtént a csoda. Már nyáron összegyűltünk, és elkezdtünk tervezni. Elkezdtük megtervezni közös önmagunkat, akik addig darabjainkra szaggatva pislákoltunk egy-egy román tanintézmény legalsó, sötét fokján. Kerestük a most már közös feladatunkat. Kik vagyunk mi? Ki ez a mi? Hogyan alkossuk meg azt a közös világot, amelynek a kontextusában innen arra működni kell? Nem volt könnyű feladat. Ma sem könnyű, de azt hiszem, nagyokat léptünk egymás felé, és a szamosújvári közösség egységének a megvalósításáért is sokat tesz az iskola. Feladatunk pedig nem csak a szamosújvári közösségre terjed ki, hanem az egész régióra, hiszen a mezőség iskolája vagyunk. Híd, amely összeköti a mezőségi régió különböző településeit, egységes egészé formálja az érkező sokszínűséget, és egy olyan önállóan gondolkodó identitás megalkotására törekszik, amely megtalálja helyét globalizálódó társadalmunkban. Igazgatóként már többen is munkálkodtak az iskoláért. Timsa Ildikó igazgatóasszony kezdte el ezt a munkát, ő alapozta meg a közös irányvonalakat. Neki volt talán a legnehezebb feladata, hiszen elsőként a legnehezebb megtalálni a helyes utat. Pap-György Attila igazgató úr egy nagyon nehéz időszakban kormányozta intézményünket, és az ő munkája nyomán született meg az iskola online működéséhez szükséges sok-sok eszköz. Most rajtam a sor, és remélem, hitem, elszántságom és jó szándékom a legjobb irányba fogja iskolánkat vezetni.
Sok mondani való lenne még erről, a szinte 6 iskolai évről. Igyekeztünk nem csak oktatni, hanem nevelni is. Szélesíteni szeretnénk annak a világnak a határait, amellyel diákjaink hozzánk érkeznek, és ebben a munkában a Féka Alapítvány a legfőbb partnerünk. Az iskolán kívüli tevékenységek széles skálája révén reméljük, hogy gyerekeink nem csak tudást, hanem műveltséget szereznek iskolánkban, az iskola pedig számukra nem egy hideg intézmény lesz, hanem egy család. Amellett, hogy igyekeztünk az otthonosság megteremtésére, a tanulás, a versenyek, a jó eredmények, a sikeres érettségi és képességvizsgák szempontjából is igyekszünk a megye 11 középiskolája közül a legjobbak közé kerülni. A Fodor Emőke és Riti József Attila által szerkesztett iskolai évkönyv a múltat és a jelent kapcsolja össze, hiszen a szerkesztők szándéka az egykori fiúgimnázium évkönyvének újra gondolt, a kor igényeihez igazított folytatása. A 2016-2020-as időszak iskolánk életébe, ünnepeinkbe és az állandó tervekkel átszött és munkával teli hétköznapokba nyer bepillantást az olvasók számára. Köszönjük ezt a szép évkönyvet, amely a munkánkat tükrözi. Végül az ötletgazdát, Riti József Attila történelem tanárát kérjük, hogy mutassa be az évkönyvet. Tisztelt egybegyűltek, mindenkit köszöntök nemzeti ünnepnapunkon. Jelen évkönyv, ahogy az igazgatónő is említette, a Szamosvári Magyar Királyi Állami 4 osztályos főgimnázium és koedukált kereskedelmi középiskola évkönyvének az újra gondolt folytatása. Régi tervünk valósult meg ezzel az évkönyvvel, melynek remélem, hogy lesz folytatása is. Az évkönyv megírásának a gondolata már akkor kipattant a fejemből, amikor megalakult az iskola, de megírásában nagyon fontos löketet adott a járvány okozta karantén által biztosított szabadidő. A kötetből megismerhetik az iskolát, az iskolai életet, iskolánk építéstörténetét, a tanárok és a diákok munkáját, kirándulásainkat, a szakkörök működését és tevékenységét, megismerhetik a testvériskoláinkat, továbbá betekintést nyerhetnek a szamosvári magyar oktatás történetében is. Mindezek mellett az olvasó elé tárjuk iskolán sajtótükrét is. A kötet megjelenésében fontos szerepet játszottak a kollégák és a Téka Alapítvány, ezért szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, az iskolának a segítséget, a Téka Alapítványnak a segítséget és a támogatást, az Infoprintnek és Alai Jánosnak pedig az igényes nyomdai munkát. Külön köszönet jár azoknak a kollégáknak, akik besegítettek az írásban és a szerkesztésben, pontosabban Balázs Bécsi Attila tanárunknak, az alapítvány elnökének, Bándi Gyöngyinek, Juhos Helgának, Kis Angellának, Rariga Imola Beátának, aki egyben az iskolánk szülői bizottságának az igazgatója, vezetője, Székely Meridának és Szilágyi Lorán Mártonnak, aki az elmúlt, tehát a diáktanács elnök volt abban az időszakban, amelyről az évkönyv szól. Külön köszönet jár a korrektoroknak is, Dániel Melinda és Kis Angela tanítónéniknek. Végezetül, de nem utolsó sorban szeretnék köszönetet mondani a kötet társszerzőjének és társszerkesztőjének, Fodor Emőkének, akit ezúttal megkérek, hogy szóljon ő is hozzá. Köszönöm szépen. Köszöntöm én is az egybegyűlteket. Büszke vagyok, hogy részese lehettem és lehetek a mezőségi magyar oktatás sikertörténetének, amelynek egy kis részét tükrözi ez az évkönyv. Nincs a
nincsenek benne a tervek és újra tervezések, nincsenek benne az álmatlan éjszakák, a kudarcba fulladt tanórák, de benne vannak a sikerek, amelyek a munkán nagyon kis részét képezik. Az ünnepek csak erőt adnak a hétköznapokhoz. Amit a névadónk is idézni szoktuk, hasznos emberi, a fáradtságos évek tesznek. Köszönet a kollégáknak és a diákoknak, hogy volt időnk. Amikor szamosüveri 8-os diákként pályaválasztás előtt álltam, a pedagógus szakma mellett az újságírás is opcióként szerepelt. Hálás vagyok, hogy ezt is megvalósíthatom. Tanítóként és bocsinált a cikkíróként beszámolhatok a szabadságnak, a tékahírmondónak, a szamosüveri közvénynek, iskolák rendezvényeiről, illetve a Facebookon is megosztható iskolák jó gyakorlatai, sikeres tevékenységeit. Köszönöm a bizalmat! Az évkönyvben a 4 év sajtótükrét tárom az olvasók elé. Remélem, hogy a következő években nem csak sok érdekes eseményt kell megírnom, hanem azt is, hogy többen csatlakoznak majd az évkönyvszerkesztő, programszervező, újítani akaró kemény csapathoz. Jó olvasást és sikeres munkát tovább! Mindenkinek köszönjük, hogy megtisztelt a jelenlétére. Záradik éppen egy bátorító igét szeretnék olvasni a jelenlevőknek, a Jób könyve 12. részéből. Azt mondja az ige, az ő kezében van minden élőnek a léte, és a minden emberi testnek adott lélek. Az ő kezében van minden élőnek a léte, és a minden emberi testnek adott lélek. Az elhangzott beszédekben szó esett háborúról, szó esett járványhelyzetről, és nem véletlenül, mert ezeknek a vihara és árnyéka lebegett és lebeg fölöttünk és körülöttünk, és ilyenkor elég nehéz az ember szívét ünnepőben öltöztetni, nem csak március 15-én, hanem úgy általában, mert vannak siratnivalóink, vannak gondjaink, vannak terheink, és mégis tudunk ünnepelni azért, mert tudjuk bizonyossággal, hogy az ő kezében van minden élőnek a léte. Semmi nem történik véletlenül, a történelem nem a véletlenszerűségek összevisszaságának az eredménye, hanem egy biztos kéz formáló és vezető erejének a következménye, és ebben benne van a háború is, benne van a járvány is. Minden nyomorúság fölött és alatt ott van az Isten keze. Csiha Kálmán püspök úrtól hallottam egy történetet. Az 50-es években játszódik ez, amikor deportálták az úgynevezett kulákokat, és menniük kellett családostól azzal az egyszál ruhával, ami rajtuk volt, a délre, a Duna-deltába vonattal ki, hogy tudott menni, és ment egy család is, feltették a vonatra a gyerekeket, meg a fazék főtt krumplit, ennyi volt minden vagyunk, és mentek lefelé a székelykocsár körül, megállt a vonat. Addigra elfogyott a vízük is ennek a családnak, és hosszasan állt a vonat, és már szomjaztak a gyerekek, és kérdezte az édesapa ott valakitől, hogy meddig áll a vonat? Nincs-e idő arra, hogy elmenjünk és vizet keressünk valahonnan? És azt mondja ez a vasúti pályaőr, hogy menjen nyugodtan, mert áll egy órát is a vonat, addig nyugodtan isznak, meg megtöltik a kis üvegeiket. Leszállt a család, elment víz után, és amikor jönnek vissza nyugodtan, a vonat füste már messziről integet feléjük. Elment a vonat, és sírt az édesanyja, hogy viszi a krumplit, nem lesz mit adni a gyerekeknek. Ó, micsoda tragédia! És hogy így húslakodnak, rövid idő után jön a hír, és csörögnek a telefonok, hogy az a vonat, amelyet ők elhalasztottak, összeütközött egy szembejövő másikkal, és nagyon sok a halott, nagyon nagy a baleset, és az édesapa letérdelt, és azt mondta, hála legyen az Istennek. Ő mindent tud, mindent a kezében hordoz.
A vonatok jönnek-mennek, jönnek nagy fekete vonatok, rá van írva, hogy Mohács, elmegy ez a vonat is. Jön a másik vonat, fehéren, tavaszi frissen, 1848. március 15, fiatalosan robog a vonat, de aztán jön a másik nem sokára. Rá van írva 1849, megtorlás. Korábban jött egy szép fehér vonat, Rákóczi Ferenc, aztán jön a másik, a fekete, 1711. Aztán jönnek a vonatok, rá van írva Trianon, aztán rá van írva 1940, rá van írva kommunizmus, rá van írva, hogy fordulat. Az ige azt mondja, hogy az ő kezében van minden élőnek a léte. Az ő kezében van a történelemnek a kereke. És van egy vonat, egy olyan vonat, amely nem síklik félre, vakvágányra. Erre a vonatra az van ráírva, hogy Jézus Krisztus. És aki ezen a vonaton utazik, biztosan célba ér. És azért tudott a mi népünk megmaradni, mert ezen a vonaton utazott évszázadokon, évezredeken át. Hiába jöttek ezek a nagy fekete vonatok, mégis iskolák épülnek, magyarul könyvek írognak. Ünnepelünk március 15-én, szabadon, örömmel, békességben. Miért van ez? Mert az ő kezében van a mi létünk. Mindenható Isten kegyelme, hadd öltöztesse igazán hálába, magasztalásba, dicsétésbe a mi szívünket. Az iránt, akinek a kezében van minden élőnek a léte és a történelem kereke is. És Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket és a mi gondolatainkat, a mi Úrunk Jézus Krisztusban. Amen. Nem tudom, hogyha rám tartozik ennek a jelenlegi alkalomnak a befejezése, de házigazda lévén én szeretettel köszöntök mindenkit most a végén is, hogy itt volt, együtt lehettünk, és kívánom mindenkinek azt, hogy ne itt záruljon az ünnep, hanem valahol folytatódjon, élje ki ki a maga útját úgy, hogy reménység van a szívében, amit át is ad. Köszönöm, hogy együtt lehettek velünk a meghívottak, itthon érezzék magukat ezután is, és mindaz, aki valamit vállal ebben az életben, azt tegye örömmel, és a békesség Isten őrizzen meg mindannyiukat. Isten áldjon, segítsen a gyülekezetet, békesség Isten.